El akar futni, hanem a lovas mellett halad. Azt gondolom nem kell külön elmondanom, hogy mennyire veszélyes a pajzsot tartó sportás számára a feladat végrehajtása, hiszen csak egyetlen elhibázott lövés és már is súlyos sérülés lehet a következmény. A tűzfegyverekkel szemben az íj még egy másik különlegességet is rejt magában, hogy tulajdonképpen néma csendben talál célba. Csak egy kis suhanás hallatszik, és már is ott van a magyar nyílvessző. Emlékeznek még a világrekordra? 12 darab feldobott korong, 20 másodperc alatt a levegőben repülő korongra leadott célzott lövés, amelyben itt a Kaplászló Budapest Sportarénában Kassai Lajos világrekordot állított fel. Íme megvan most is. Kedves közönségünk, amit most látnak, az még az előző is nehezebb, hiszen lecsökkentjük a korong méreteit fele akkorára. A 30 cm-es átmérő helyett következik a 15 cm-es átmérő korong, és a tanítványnak nagyon komoly futó feladat a vágtatóló mellett. Nézzük! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kilenc találat ebben a körben. Rendkívül nehéz feladat, természetesen egyedül Kassai Lajos, aki ezt megpróbálja, hogy egyáltalán kísérletet hajt végre. 20 másodperc alatt 12 lövés megy el. Ez hihetetlen teljesítmény. Mehet a vastaps. Magyar hagyományaink kiváló őrzője és világszerte népszerűsítője Kassai Lajos. Tisztelettel kérem Kassai Lajos, hogy maradjon az arénában. Hálásan köszönöm meg a segítő csapatnak remek munkáját. És Kassai Lajos számára külön díjat ajánlott fel a Bakony Erdő ZRT.